Na, sziasztok! Én itt vagyok, sziasztok! Ott láttak engem a televízióban. Ez egy ilyen nagyon különleges videó lesz, ugyanis ez ilyen retro. Találtam egy dobozt, méghozzá ezt a dobozt itt. Megtaláltam ezt a dobozt, és ebbe csak az óvodás cuccaim vannak, tehát amit óvodában csináltam, meg maximum ilyen első-második osztályban, ilyen technikai órán, meg mit tudom én. Szerintem érdekes lesz, bár nem tudom előre, hogy mi lesz. Úgyhogy szerintem kezdjünk neki. Először is itt egy ilyen. Azt írja, milyen jó, hogy ne... Azt olvastam. Ugye azt mondom, hogy milyen jó, hogy nem vagyok egyedül. És valamiért az jött a fejem, hogy milyen jó, hogy nem vagyok egy kutya. Jól, csak szívvel lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemek láthat, az a szemnek láthatatlan. Alexnak szeretettél Andi nénitől. Wow! Ez aztán tud valamit, de milyen jó, hogy nem vagyok egy kutya. Következő. Az én anyukám, ezt... Azt én írtam, és úgy kezdődik, hogy az és anyukám. Az én anyukám nagyon szeret engem. Szereti, ha mindig becsülettel megcsinálom a házimat. És ha becsületesen tanulok. Szeretné, ha nagyon jó egyben, nagyon jó bizonyítvány kapnék. Akkor biztosan örülne. Ezért igyekszem megcsinálni, amit kell. Ez az én anyukám. Sok szeretettel anyák napjára. Az és anyukám, ez hogy nem tűnt fel? Úristen, ezt mikor csinálhattam? Az és anyukám. Ez egy olyan lepke, most nézem, hogy már kiskoromban is milyen bedesz voltam. Nektek sose volt ilyen lepkétek. Tehát, hát biztos volt lepkétek, de azért akkor szar volt ehhez képest. Ezt figyeld, ahhoz egy, ahogy ez itt ki van vágva, mondjuk biztos nem én vágtam ki. De hát azt a rohadt teged, és akkor rájön már lőne vele. Következő. Szeretettel meghívjuk az anyák napi meglepetésre. Úristen, meglepetésze. Május 16-án, 16 óra 30-kor. Majd ilyen kis üzenet. Nincsen annyi urán, amennyi elég lenne. Tényi módon íres, hogy eleget dologra, tnyi azt dologra, hogy milyen drága vagy nekem. Jó, következő. Húha! Art! 3D művészet. Figyeljétek, hogy kiemelk. Oh! Ez aztán menő, gyerekek. 3D szemüveg se kell. Ez a part 2. Már akkor is egy géniusz voltam. Mi lehetett a feladat? Nem tudjuk meg. Következő. És ezt akkor kellett volna tudnom? Hogy an installing script is used to install moretv.inf. If you highlight this file in Windows Explorer rather than exchanging the moretv package to a temporary directory and choose install from the context menu. Tehát ez volt a feladat, mikor kicsi voltam. Óvodába. És van a hátulján bullshit. Hogy kell ezt nézni, és mi ez? Zseniális. Mindenesetre legalább jól tudtam angolul kiskoromban. Úgyhogy... Mi ez? Már megint egy art. Ó, ezt tudom mi! Ezt tudom mi, gyerekek! 2001. július 8-ig beszámoztam, hogy hány nap van hátra nyári szünetig. Tehát 2001. júniusban csináltam egy táblázatot,
amiben az van, hogy meddig leszek, mikor lesz nyári szünet a suliból. És be vannak x-elve, mondjuk úgy látszik, hogy itt abba hagytam, aztán már csak a végén folytattam. Nem, megint egy piece of art. És tudnám, mi volt a feladat. Ez egy gyönyörű. Igazi masterpiece. Csak nem egy képregény. Ja nem, ez ilyen másoldált feladat. Azt mondja, egy alma, vagy két alma egyenlő négy alma. Egy hóember egyenlő két hóember, meg egy hulla. Cowboy sapkák, három darab és négy darab cowboy sapka, meg egy kis bobketes dargonca. Egy egér, és amit én rajzoltam, az egy vízcsepp. Gyönyörű tájkép. És ott van a jelem, Domino. Domino voltam. Az agyam elszáll. Ez egy boríték. Rengeteg pénz. De hülye gyerek voltam, nem pénzt raktam a borítékba. ez egy tányér. És Domino, kár, hogy nem izé volt, nem izé pörzsölő. Nem paraszt iskola. Art. Ezt mi a szarnak raktuk el? $5 millió! 5 millió! Úristen, de beteg gyerek volt. Fuck you! Fuck you, neked is! Miért van a közel? Én egy kurva creepy mosoly. Ez ilyen horrorfilmbe illő jelenet, gecs. Nem fog menni aludni, nehogy ez várjon. Itt a feladat azt kéri, hogy draw your friend, azaz rajzold a barátodat. Ez úgy néz ki, mint hogyha találtam volna utcán egy darab szart, és beraktam a hátizsákomba, hogy majd nagykoromban jó lesz. Art. Mert az tök jó, mit akarsz? Esküszöm, azt hittem, hogy madár szar van rajta. Majdnem eldobtam. Mi a tököm az? Az a kis szart. És ez pedig miért fehér? Még oda is hányt valaki. Úgy néz ki, mint valami béka, amit így elég alaposan elindíztek. Fúj, úristen, de szar az egész. Nézzük tovább. Alex 3 éves. Emléklap. Az indián tábor kiváló harcosa, ezzel tetszik az idézőjel ott. Címet adományozzuk Ezüst villámnak. Ó, basszus, emlékszem, az volt a nevem, egyszer elmentünk egy ilyen táborba, ilyen indián tábor, hát kb. Abban látom, hogy fagyit ettünk, meg kell találni 2 darab képeslapot, aztán meg medencéztünk egész nap.